Csácsom, hogy csörésztem, jó reggel, Vietnám, üdv a csatornán mindenkinek. Egyébként nézzétek a karakterem, amikor így elernyed, valamint így megáll, akkor így felhúzza a vállait. Ha, normális vagy testvérem, meg vagy őrülve? Na, úgy néz ki, hogy ebbe a szezonbe, ami ugye a csirkékről szólt, leginkább ugye a terjeszkedésről, a kezdetekről és a csirkékről, ez lesz az utolsó rész. Az azt jelenti, hogy 20 darab csirke, ahol a tele csirkével meg kellene szereztünk. A gépparkunk az konkrétan tökéletes, erre a földre is itt a csirkékhez. És ezen kívül, amit kellene csinálnunk, az nem más, mint hogy a területet ugye meg kellene tökéletesre, el kellene készíteni. Egyébként raktam be egy bordot, aminek köszönhetően most már 32 darab csirke eolat tudok lerakni, viszont arra gondoltam, hogy teljesen fölösleges még leraknom addig, ugye, amíg be nem érik a búza, mivel nem tudom őket etetni. Úgyhogy addig abszolút fölösleges lenne ezt megcsinálnom. Annyit csinálok szerintem, srácok, hogy elviszem ezt a maradék szalmát, hogy akkor adjuk el, meg közben pörgetem az időt. Igazából, várjátok, nem. Azt kell csinálnom, hogy pörgetem az időt, ugye, legalább egyes stádiumban legyen a föld, és akkor meg kellene csinálni ugye a permetezését, meg kellene csinálni a műtrágyázását, és egyébként nem fogom restelni, nem fogom sajnálni az időt, várjátok? Igen, oké, tökéletes. Megtörtént ugye, megvan az első stádium, meg még ráadásul, még nem tökéletesen, de oké, most jó, be is van gyomosodva. Úgyhogy ezt akkor most meg tudom csinálni, és nem fogom röstelni az időt, nem fogom sajnálni az időt arra, hogy én körbehúzzam egyszer a földet, mert mindig csak a gond van belőle, hogyha ezt én nem teszem meg. Na gyerekek, azt se tudom, melyik az eleje, meg melyik a hátulja ennek a gépnek. Rohadt jól néz ki. És tényleg azt fogom csinálni, mindjárt meglátjátok, kinyitjuk ezt a szerkezetet, és teljesen körbe fogok menni a területen egyszer. És akkor konkrétan az fog történni, hogy a gépek valószínűleg jól fognak működni. Na. Oké. G, B. És full körbe kellene húznom. Ugye gyerekek, ez csak 12-vel tud, ugye? Ez a hátránya, hogy kettő eszköz van rajtuk, mert az egyik, ha jól sejtem, az több, tudna menni több, mint 12-vel, viszont ugye a permetező az nem tud, csak 12-vel. Emiatt egy kicsit lassú ez a folyamat, de bekapcsolom a tempomatot, és akkor gondoljuk át a szituációt. Az a lényeg, hogy legyen meg, ugye, legyen meg annyi pénz, hogy legyen meg a csirke, úgyhogy egy ilyen 1 millió minimum össze kellene szednünk ebben a részben. Én úgy gondolom, hogy meg fog lenni, mivel a csirkék tolják a tojást, azokat ugye el tudom vinni. Hogyha végzek a permetezéssel, akkor mindenképpen addig fogom pörgetni az időt, amíg leginkább ugye beérett stádiumban nem kerül a búza, az meg elég sok idő, az legalább egy, vagy még egy nap. És akkor annak köszönhetően elérünk akkor annyi tojásmennyiséget, úgy érzem, amivel elég jól fogunk állni. És akkor már úgy kellene csinálni a keepernek, azon agyal, hogy meg kellene vennünk a csirkeólokat, bele kellene raknunk a csirkéket, és akkor oda is tudnám ugye behordani a búzát. Egyébként jó, hogy nem adtam el azt az ifát, mert szerintem azzal az ifával fogom rohadt gyorsan behordani inkább a búzát. Az mégis jobb, mivel ugye abban pont körülbelül ilyen 10 000 fér, nagyon gyorsan azzal tudok mozogni ugye a földön. És szerintem 2 kombányt is az ifával le fogok szépen fogni. Így gondolta a keeper. Az átrakó kocsiba meg a maradékot bele tudjuk tölteni, és az átrakó kocsiból meg tudom egyből a csirkeolba tölteni, vagy pedig a kicsi ifába. Úgyhogy ez így fog elépülni. Több gépet nem is kell megvennem. Egyébként többen kérdeztétek, holnap, tehát szombaton lesz a Farming Simulator 22-nek az legelső része. Annyi módosítás van, és így elmondom. Kitaláltam egy tök jó sztorit, mármint hogy ugye az alaptörténete a Farming Simulator 22-es sorozatomnak az úgy lett volna, hogy valaki, egy random ember örökölt egy földet Csehországba, és akkor oda költözik,
és akkor ott akar boldogulni, és kitaláltam azt, hogy mi lenne az akkor, hogyha saját magamat úgymond játszanám el a sorozatba. Hogy én, Keeper the Tank, vagyis Nagy Attila, szépen elköltözök, az félretett pénzemet, ugye, elköltöm, veszek interneten, vagy nem is tudom, vagy akár, hogy egy közvetítőn keresztül egy telket, és Csehországba elköltözök azért, hogy ott próbáljak meg boldogulni. Szerintem ez a koncepció, ez még érdekesebb lenne, és mivel ugye én egy videós vagyok, ezután nem játékba fogok játszani, hanem minthogyha a valóságba, és egy fejkamera lenne rajtam, és így próbálnám így közvetíteni minden egyes rész, gyakorlatilag egy bejelentkező videó lenne az életemből, ami ott próbálom alakítani. Szerintem ez így tök jó lenne, és sokkal érdekesebb, meg sokkal autentikusabb is lenne, mint hogyha én most eljátszom például Ugyos Józsit, vagy akárkit, mert ugye így, hogy így tudom csinálni, így akkor van értelme annak, hogy például beszélek hozzátok, és olyan, mintha egy ilyen videoblogot, egy vlogot csinálnék a boldogulásomról, és szerintem az sokkal jobb lenne, én azt úgy élném, az nekem tetszene. Na, de letököljünk, egyébként ezt rá kellene mindig szánnom azt az időt, hogy mindenféle géppel, akár a vetőgéppel, akár a kombájnokkal egyszer körbehúznám ezt a földet, és akkor úgy kezdeném el ugye a munkát, mármint a gépi munkással való tevékenységet. Szerintem így nem lesz, hát figyelj, kipróbáljuk, mert szerintem így nem lesz akkor annyira problémás, hogy belekeveredjen a munkásom. 71%-on van, 75%-on van a gyomírtó, ma jó van gyerekek, jó van. Szerintem ez így jó lesz. Oké, megpróbálunk elfordulni, hát itt nagyon ki kell számolni ugye, mert van egy, jaj, van ez a dombos rész, és abban ilyen tök jó bele tud akadni ez az eszköz, ami ugye az elején van, ez a permetező, de a mai részben mindenképp a dombos részt is el fogja tüntetni, aki megpróbálunk egy autentikus TS-t, hogyha velem maradtok ebben a részben, akkor ennek a igen, és ezt mondtam, hogy ott beleakad abba a dombos részbe, ennek a résznek a végére egy autentikus, szépen kidolgozott TS fog, vagyis egy ilyen csirketelep fog itt létrejönni, és végre nem bántja a szemünket, mert tényleg ezért emiatt kaptam a legtöbb kritikát ebbe a gameplay játék sorozatba, hogy milyen csúnyán sikerült így elbaltáznom ezt az egészet. Egyébként ma sorskártya nap van, nem felejtettem azt se. Annyit csinálok, hogy elindítom a gépi melóst, mind a kettőt, és akkor utána elviszem azt a szalmát eladásra, és akkor meg is csináljuk a sorskártya húzást. Remélem, hogy valami jót fogok húzni, nem fogok semmi szart húzni, nehogy valami keresztbe húzza a számításomat, annak úgy nem igazán örülnék. Oké, gyerekek. Na, körbeértünk, hát ez egy kicsit ilyen időigényes, hogy itt körbe kell menni a Keepernek, de szerintem így, hogy ezt megcsináltam, így mindenképpen jobb lesz. Nem lesz annyira körülményes a gépi munkásnak a melója. Oké, gyerekek, egyből fordulunk vissza. Úgy. És akkor már indítom is meg a melóst, inkább ugye lógjon át rá. Oké, gyerekek, és akkor jöhet a következő is. Ugye úgy helyeztem elő őket, hogy igen, itt van ő. Azért is jó, hogyha egy kicsit külön rakom őket, mivel akkor nem kell annyira szenvednem. És nézzétek meg most a Fast Tracknek az előnyét, figyeld! Oda nézzé! Rohadt gyorsan ki tudsz érni oda, ahova akarom. Ugye például a távolabbi helyre szeretném elvinni ezt, és akkor nem csak 20 akármennyibe mész, hanem akár ugye az úton 65-tel is tudunk menni. Hogyha tudnánk, csak ez az út ez nem éppen arra való. Hát igen, most mondjuk pont meghazudtoltam magam, mert ilyen 30 akármennyivel megyünk csak, viszont ugye, vagy 40-nel, viszont ugye egy MTZ-ben meg itt kiballagnék, még a felén is a járnék, szóval szerintem ez mindenképpen egy jó dolog, hogy ez így ezt megvettük. Na srácok, csapjuk neki.
Nagyon várom egyébként a 22-es sorozatot, és akkor arra visszatérve, ugye az ilyen full realisztikus lesz. Egyébként, ja, itt már ugye, ja, itt már megvan, basszus. Úgyhogy körbe húzta így meg még ráadásul, ja, jött meg befeje, ja, én fejeztem be a munkát, jó, nincs semmi gond. Úgy, inkább lógjon egymásra. Oké. A másik, az jó fogja csinálni. Most, hogy ugye lehúztam, könnyebben is fog fordulni. Nem fog valószínűleg belemenni ebbe a vizes árokba. Itt írta valaki, hogy csináljam azt, hogy ilyen betonlapokat rakok le, aztán akkor nem lesz belőle gond. De ugye úgy, így, hogy úgy, így körbe van húzva, mit szerintem tök jól fog működni. Oké, nézzünk rá egyébként. Igen, növekedési stádiumban vagyunk. Szépen. Látjátok, egyébként itt sokkal kisebbet is kell ugye végig dolgoznia. Oké, el kellene vinni közbe. El kellene vinni ezt a szalmát, mert akkor adjuk el ezt is. És ezt a hamstert egyébként magammal fogom vinni innen, a következő telepre, mert ugye itt a szalmát nem fogom én eladni. Igaz, hogy például közel van, úgyhogy annyiban megérné, de nem akarok ezzel vinkódni. Sokkal nagyobb pénzeket fogunk keresni, és ugye az időpénz, és emiatt a Keeper inkább a gyors haszonszerzés reményébe kiejt. És képzeljétek, amíg én elmegyek oda, meg visszajövök, addig tudok egy csomó minden olyan dolgot csinálni, ami több pénzt hoz. Értitek, hogy mire gondolok? Én tudom, hogyha nem hozom el a szalmát, bukok mondjuk 8000-et vagy 10000-et, de lehet, hogy addig tudok keresni 300000-et más munkával. Úgyhogy ilyenbe kell gondolkodni. Ugye te is például, hogyha dolgoznál, vagy pedig ilyen maszek munkákat csinálnál, hogyha tudnál választani, hogy mondjuk lenyírod a szomszéd udvarát 5000-ért, vagy megszántod a szomszéd, másik szomszéd földjét 50000-ért, ugyanabban az idő betelne neked, és igazából nincs másra időd, ugye, hanem csak egyet választhatnál, ugyanannyi ideig tart, akkor mindenképpen ugye azt választanád, amelyik több pénzt hoz, gondolom. Érted, mire gondolok, mire akarok kiukadni? Azt kell választani, ami több pénzt hoz. Jó. És ez nem magyarázkodás, mert írta valaki, hogy nem magyarázkodjak olyan sokat, csináljam a dolgot, ahogy akarom, meg minden. Nem magyarázkodásnak akarom szárni, hanem igazából inkább így próbálom így vázolni, hogy mi oda nézzetek, gyerekek, mennyire végeznek. Jaj, de jó, egyébként nagyon jó. Egy körbe húzva szerintem ez egy tök frankon fog működni. Ezt be se fogom vinni a telepre, meg igazából ki is kellene hordani majd minden gépet. Mert ugye, amikor alakítom a területet, mindjárt fogjuk alakítani, nem fog sokáig tartani, hogy nem. Sőt, el is kezdhetném leraposgatni az ólakat, addig, amíg dolgoznak a gépek, mert ugye az igazából, azt mindenképpen le kell raknom, van 300 000-em, konkrétan le tudok már rakni, nem is tudom mennyit, 134-et, 4-et, ugye le tudunk rakni, 4-et? 4-et le tudunk rakni. Úgyhogy 4 ólat már le is tudnánk rakni, ez valószínűleg mindjárt meg is csinálja a képert. Visszaérek, aztán kihúzzuk a sorskártyát, jó? Kihúzzuk a gyufát! Én úgy gondolom, hogy jó haladunk. Nem lesz könnyű szülés, nehéz szülés lesz megszerezni az 1 milliárdot, de én úgy érzem, hogy nemhogy nem lehetetlen, hanem igazából csak a találékonyságunkon és a kitartásunkon fog múlni. Semmi máson, úgyhogy én úgy gondolom, nem véletlenül vállaltam azt, hogy ugye, és ez tartom is, hogyha nem jön össze ez az 1 milliárd euró, akkor törölni fogom a csatornámat. Én erről már volt szó, de lehet, hogy nem mindenki, mert azóta kapcsolódtak be emberek a sorozat nézésébe, és lehet, hogy azt nem hallották, de ez ilyen magamnak is ilyen bizonyítási dolog is akar lenni, nem csak az akar lenni, hogy most én itt rajoljak azzal, hogy elérjem az 1 milliárdot, hanem ebbe igazából már most harmadszor fogtunk bele, ugye? Azt hiszem FS15-be kezdtünk mind a kétszer, ugye? Jól emlékszem? És egyszer se sikerült. És nem amiatt nem sikerült, mert lehetetlen, mert igazából szerintem nincs olyan, hogy lehetetlen, hanem amiatt nem sikerült, mert hogy mondjam, amiatt nem sikerült, mert feladta az ember. És leginkább azért nem sikerülnek az embereknek a terveik, mert feladják, és nem. És nem adjuk fel, úgy gondolom, srácok. Figyeljetek, ezt a dollit, ezt utána kötöm ennek, hogy vigyem ki innen. És egy kicsit rendet rakunk, kipakolunk innen, jó? A kombájnok azok
Nem. Ja, ezt nem fogom tudni, mert ez ilyen golyóra akasztós. A kombájnak azok egyáltalán nem zavarnak. A vetők ott ki kell húznom, mert azok zavarnak. A kombájnak ugye ki lesznek zavarva a földre, szóval azok nem fognak zavarni. Egyelőre ide ki kell pokolnom azért, hogy ugye tudjam ezt csinálni. Ja, a két vetőt is kicsapjuk. Hát ezek a tartályok, igen, ezeket össze kellene kapnom a... Össze kellene kapnom az autóloddal, és ezt is kivinnem, hogy ne vesszen el. Ja, meg ott van egy íze is. Ott van egy... Eke is. Ezt is kirakjuk. Jó, de jó, hogy nem kell lecsatolnom, gyerekek. Annyira bírom, mármint azt, hogy így nem kell lecsatolni az eszközöket, hanem mindenen dedikálva van. Nem kell össze-vissza pakolgatni. Ez is ugye az időpénz, logisztika. Ezeket mindig próbáljuk meg kihasználni. A nagy átrakókocsit ki is viszem a földszélére, az ifát kivisszük a földszélére, úgyhogy ezek mindig tök jók lesznek. Okay. Ezeket ide áthordom addig, amíg terepet rendezünk. Ú, de nagyon király gyerekek, nagyon király. Amit, ja, az ifa az itt maradhat, nekünk a kész íjá kellene. Okay. Meg a dolly. Azokat a pótokat le kellene onnan hozni. A izét azt nem tudom használni, ugye azt a nyergest, mivel, vagy azt a félpótkocsit, mivel ugye abból nem tudok üríteni a tyúkolókba, szóval arra figyelni kell, hogy abból csak akkor, ha tényleg el akarom vinni. Ugye azzal fogom elhordani mindig a szemet, hogyha kell, de valószínűleg, mondjuk innen nem is hordunk gabonát, ugye? Úgyhogy innen mindenképpen mehet az el. Srácok, akkor az a félpótkocsi, az innen eltávozik. Mert hát innen nem fogok eladásra semmit vinni, mert ugye itt gyakorlatilag búzát fogunk termeszteni a tyúkoknak. Szóval akkor ez, amit most csatlakoztatok föl, ezt el tudjuk vinni. Azokat ugye nem hagyjuk itt azokat az eszközöket, amire nincs szükség itt. Mert hát minek? Most itt porosodjanak, akkor inkább vigyük el, hasznosítjuk máshol őket. És tényleg, nem tudom, azt hiszem, hogy az előző részben is említettem már, hogy jöttek olyan kommentek, hogy jaj, ne vegyek messze lévő helyet, várjátok, szükségem van erre. A dollyra szükségem van, mert ugye ki kellene hoznom a zsákos cuccokat is. Várjátok, azért akartam megnézni a térképet, oda nézzetek gyerekek. Itt meg elhagyott a csávó egy darabot, de nem baj. Jó. Ja, ott elhagyott egy darabot. Ezeket a kiróveceket meg kéne állítani, a Sanyika meg megjött. Megérkezett. Mindig elviszi a showt a keeper előtt. És akkor a következő részben kezdjük a Season 2-t. Brutális változások lesznek. Nagyon nagy újdonságokat találtam ki, így folyamatosan ugye nagyon sokat beszélek arról, hogy ilyen 5-10 résztel előre gondolkodik a keeper. Csak utol kell érnem magam, így a gondolataimat a tettekkel. Ugye tervezni azt muszáj, mert különben csak úgy csinálod a dolgokat, és akkor nem jutsz egyről a kettőre. Oké. Okay. Azt ott mindjárt felautolódozzuk. Jó, ezek meg szerintem konkrétan végeztek, úgyhogy pörgethetjük ott. Júj be, bazza, sorskártyát, nem elfelejtette a keeper. Várjál már. Akkor nyomunk egy sorskártyát, gyerekek, már elfelejtem a... Csapjuk neki, várjátok, keverjük meg. Csak nehogy valami nagyon szart húzzon, mert annak nem örülnék. Vasúti pálya karbantartás nem kereszthezhet semmilyen formában sineget. Sineket, gyerekek, nem keresztezhetek. Most azon gondolkozok, hogy ez nekem mennyire fog ez érvágás lenni. Szerintem nem zavar. Úgy gondolom, hogy nagyon... Pont ugye elvittük már a szalmát is. Talán pont szerencsénk van egyébként is. És nem csaltam, nem vágtam meg a videót. Egyszer volt olyan, hogy írta valaki, hogy hú, hát megvágtad a videót. nem vágtam meg, ne aggódjatok. Nincs megvágva a videó. Annyit akartam, hogy ezt is kirakom valahova. Úgy. Legyen.
Erre meg ugye szükségünk van, úgyhogy ezt vissza is viszem, mivel mindjárt fel kell szednünk a tojást. Ugye a tojás lesz itt a lényeges dolog, nem is a... de jó, de jó. Remélem, hogy össze fog ennyi jönni, hogy meg tudjuk... Hát ebben a részben mindenképpen termelem azt, hogy... hogy legyen vége ennek a szézadnek, szóval ez így... így remélem, hogy ez sikerülni fog. Na, ezt ide valahol leakasztjuk. Dollyval együtt természetesen most már. Oké. Okay. Ezt meg kiviszi innen a Keeper földszélére, mert itt nem lesz rá szüksége. Egyébként valószínű végeztek már a melósaim, ugye? Sőt, a fast track nullával megy, nem tudom az mit jelent. Valószínűleg, hogy összeakadtak egy kicsit. Igen, akkor az IFA lesz igazából a csatárunk, a kulcs szereplő az aratáskor mindig. Ő meg, ugye, ez az átrakó kocsi, ő meg gyakorlatilag a... hát ilyen mobil siló. Én inkább, leginkább így nevezném, hogy egy mobil siló szerepét fogja betölteni. Szerintem így tök frankó lesz. Bele tudom ürítgetni majd a dolgokat, csak pont majd meg kell fordítanom. De egyelőre jó helyebb vagyunk. Meg akarom nézni ezt a két Rinaldit, mert úgy látom, hogy itt ezt beőrítek. Már Isten, ilyenkor azért redarják a csapot. Fölmegyek ott azt, hogy megcsináljam, azt elég nagy hely, nem? Ja, ott van. Hol van ez? Hol van ez? És Sanyika meg elkezdett társni. Há, hogyne? Az ott van valahol megint a vadászlásnál, és érdekes, hogy ott a vadászlás az olyan szinten bolykottálja itt a munkát, hogy vagy nem nagyon örülök neki, hogy így ennyire. Hogy nem, ez nem a vadászlásnál, itt valahogy nagyon belekeveredett a csávon, nézd meg. Ez itt van, és érdekes, hogy tényleg olyan helyeken sikerül elcsesznie, hogy az őrület. Nem is számítaná rá, hogy itt pont itt cseszi el, de miért? Itt egy ilyen csikot így kihagyott. Nem tudok rájönni, hogy miért, de hát jó van, oké. Okay. Hát megcsinálja a Keeper, úgyhogy nincsen vele gond. Oké. Okay. Oké, okay, srácok, annyi. Az elején húzzuk már fel azt a izét, emeljük föl. Annyi, hogy ezeket is ugye leviszem. Tehát ezek is zavaró körülmények lennének, menjenek le innen. És ezt a dobozt is vigyük el, meg el kell adni a kerítéseket. Hú, gyerekek! Remélem, hogy bele fogunk férni ebbe a részbe, de viszont szerencse, hogy csak egy olyan sorskártyát húztam, ami nagyon nem szabotálja ezt, mert tényleg úgy terveztem. Hát már az előző résznek azt a nevet adtuk, hogy ugye az utolsó egy rész is vége. És ez ennek így kell történnie. Oké, ezt a fast track-et is ugye elviszi a Keeper. Teljesen felesleges volt a dupla kerékre, úgy látom, ezek nem nagyon csúszik meg így a földön, látod. Úgyhogy nagyon belóbálom, akkor egy kicsit driftel azt adni. Oké. És akkor... itt ez nagy fübe. Ez meglepett. Hú, kíváncsi leszek már, milyen lesz az egész. Azt a izé... hoppa. Így gyerekek. Vagy ki kell jutnom. Ezt a betont ezt itt kell hagynom szerint... hát nem tudom, mindjárt meg... hú, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy fogjuk tudni átalakítani ezt az egészet. Oké, és akkor kell nekem egy kész hiák. Ott maradt a izénk, az ekénk. Ott maradt a lazítónk, az a... mély, micsoda? Ja, ezt a cuccot ki kell innen venni, el kell adni a izéket. Kerítés elemeket. A kombájnokat is le kéne vinni. Nem, a kombájnokat ugye ki tudom küldeni majd a ratni. És addig ugye akkor tudjuk alakítani már. Hogy legyen meg minél hamarabb. Minél több. Ól, meg minél több búza. Hát remélem, hogy elég lesz a búza. Ha minden egyes alkalommal, minden vetésporgónál búzát fogunk ide vetni, akkor szerintem ez nem lesz rossz. Na jó van, gyerekek. Akkor bele kellene pörgetni az időbe, hát egy napot minimum, úgyhogy de utána majd még megnézzük. Oké, hát szerintem ilyen 1000 euró majd le fog szállni most már ugye éjfélkor.
épületekre, meg mindenre. Na, nem baj, mert a bevételünk az meg van annyi, mint a sár. Jó, hát 1000 euró, igen. Oké. Okay. Ugye megnézzük, hogy mennyi az annyi, vagyis mennyire ért be. Leginkább ugye a mapon látjuk, növekedési stádium, még növekszik a cucc. Úgyhogy akkor még mehet bőven. Ugye a legjobb növekedési stádiumig fogjuk elvinni, vagyis a legjobb, a maximumra kitoljuk a beérést. Nagy az kereslet ács, hát olyanunk biztos, hogy nincs, ami az ácsnak kellene. Aha, most lesz majd, pont éjszaka fog beérni. De reggelig mindenképp pörgetünk, azt megnézzük, hogy mi a szituáció. Oké, srácok? Talán reggelre már beérik a cucc. Hí, de mennyi pénzünk bukjuk? Mennyi pénz bukjuk? Az a baj, hogy lesz olyan tyúkol, amelyik igen, be is érett egyébként. Mindjárt megállítjuk az időt, és megnézem a tyúkokat, mert van olyan tyúk egyébként, amelyik éhezik. Voltam olyan hülye, vagy rosszul osztottam el nekik. Szóval, igen, lesz olyan tyúk, amelyik nullás. Igen, egy darab van nullásunk. Hülyén volt, lett elosztva, másiknál meg 12 ezerek vannak. Úgyhogy ez nem a legbarátibb. És még mindig nem tökélet. Mi pörgetünk egy délig, mert ugye egyébként elég rosszan is szokott váltani. Szóval mondjuk nem értem néha, hogy miért nem egyszerre érik be. Szerintem nem volt pörgetbe közbe. Jó, egyes fázis. Mindjárt megnézzük, mert akkor ma már jó lenne. Betakarítási fázis. Kettes. Nem értem, hogy miért nem egyszerre érik. Istállónál nagy a kereslet. Hát ez valószínű, hogy szalma lesz. Vagy pedig fű. Megnézem, 19 óránál mi van. Jó, reggelig mindenképp. Nagyon frankó. Nem bánom egyébként, mert ugye még annál több folyás van. Egyébként normálra van állítva a beérési sebessége a növényeknek, szóval nincs olyan trükközés, hogy most hosszúra, mert azt szerintem meg is tudom mutatni, csak most pont nem akarok a menübe turkálni. Reggel megállítjuk az időt, és akkor mindjárt megmutatom. Szóval nincs az a trükközve, hogy most ilyen nagyon hosszú legyen. Ugye lehet hosszúra állítani elvileg, várjál, hol van az? Növényfejlődés átlagos, úgyhogy nincs az, hogy hosszabbra van lőve. Viszont itt már betakarításra kész, itt még középen, oké, okay, jó, megvan. Megvan 8 óra 31, van, tovább nem pörgetjük az időt, tojásokat kellene összeszedni, kellene hozni a készihát, és akkor el kellene adni. Várjatok, a tojás mondjuk nem ártana tudni, hogy mennyi az annyi. Jó lenne egy 6000 körüli tojásár. 3000 meg 4000, úgyhogy pörgetés lesz mindenképp, bocsi gyerekek, mert 3 meg 4000-ért nem adjunk-e tojást. Az ugye minimum az 5000, de inkább az fölött jóval. És az a baj, most meg baze. Jó, ott megy. A második értékesítési almásnak fölfele indult, meg az alsónál is fölfele indult, nincs több hely a tojás, új. Jó, hát ezt cseszhetem, mert nincs raklapom, úgyhogy az alsót megvárjuk, szupermarket, úgy látom 5000 fölé bőven bemegy, és már nem tudja hova rakni a tojást, úgyhogy lesznek itt problémák. Viszont 5500, 5578, reggelig várás, és akkor visszük a tojás, gyerekek. De bukjuk a pénzt, mert nem tudja hova rakni a rendszer a tojást. 5578, és adjál neki is annyi. Nincsen hely, basszus, úristen. Gyerek, a készíjáért kellett volna, mert nem folyamatosan írogatja, és a szupermarketbe kell sajnos vinnem, amire annyira nem örülök neki, de hát ez van. És most már a készíjával visszük, ugye, a dolly az alatta is maradt, ugye? Oké, tök jó. Nincs hely, írja. Lol, egyébként rengeteg pénz lesz, arra készüljetek megint. Mivel elég sokáig kellett, plusz egy napig kellett ugye a tojás miatt pörgetni. Gyerekek, már megint milyen pénzeket fogunk kaszálni. De most képzeljétek el, hogyha majd... izével fogjuk.
20 darab óllal fogjuk nyomni, és a következő részben már 20 darab óllal fogjuk nyomni. Úgyhogy ez egy kicsit beteg lesz. Ezt úgy akarom csinálni, arra gondoltam, hogy nyomok egy út, és akkor kihordom a tojásokat, és akkor vagy kidobálom a tojásokat, aztán akkor mindjárt tökéletes lesz. Nincsen bekapcsolva? Nincsen, pont nincs bekapcsolva. Mi a f... Mi a dolly, voltunk azért? Ha? Elnézést, én voltam a hülye. Mind általában. Ó, de jó. Gyerekek, számoljatok, számoljatok, szerintem 30 darab full tele tojásos raklap. Nem, nem, mert ugye az egyik oldalban nincs izé. Ahogy abból az oldalból átvordhattam volna máshova ugye az üres raklapokat, ha egyáltalán van. Mivel ugye egyik oldalban nem lesz full raklap. Mivel ugye nem volt benne kajájuk, aztán valószínűleg akkor nem nagyon tojtak. Meg jó, hogy nem döglenek meg. Hát ez még hiányozna nekem. Na gyerekek, van nekünk már annyi fúraklapunk. Ez ugye elég babi. Érdekes, hogy miért nem mutatja, hogy hány darab raklap van. A dolly miatt egy kicsit nem mutatja a kapacitást. Jaj, ez a raklap, ez meg nem volt benne, rendesen nézzétek. És amiatt ugye nem került tele. Ja, a dolly miatt nem mutatja, hogy mennyi van már rajt. Ugye szokta ott jobb oldalt mutatni, de hát annyira baj legyen, hogy tudunk számolni 30-ig. Na, hát akkor lehet számolni, ugye? Egy raklap az 50 ezeret ér. És most már van rajtunk. Dobozokat nem akarom összeszedni, majd ezt tüzén kívül összeszedjük, gyerekek. Vagy összeszedem gameplayen kívül, nem akarok azzal vinkorni, hogy itt ilyen pici dobozokat rakosgatok. Ugye azokban 150 tojás van. Oké, hogy már valami a 30 darabot így elkerültünk, de hát nem akarok azzal szórakozni, gyerekek. Mindjárt kiderül a végig. Mindjárt számolok egyet, jó? Mindjárt számolom. Hát most sok pénz el fog menni, hát 1 millió el fog menni a csirkeólakra. Meg ugye még a tereprendezés. A tereprendezés előtt mindenképp mentünk egyet, aztán hogyha nagyon elcseszem, akkor ugye vissza tudjam tölteni. Na hát akkor most vagyunk 15, 16, 17 raklapnál. Ugye, hogyha 20 tele raklapunk van, akkor 1 millió. És akkor onnan már csak fölfele megyünk, gyerekek. Azt a betyár úristen, itt azért ez nem rossz, gyerekek. 2, 4, 5. Jó, akkor már megvan 20 darab tele raklapunk. Akkor 1 milliónyi tojás van. Akkor 1 millió 50 ezer. Ez van tele. Ez valószínűleg ez volt az a csirkeóla, amelyik ugye kijerült belőle a kaja. Mindig olyan 1 millió 100 ezer. Körül vagyunk, gyerekek. 1 millió 200 ezer. Hú, az itt azért... Ja, itt nem, ez volt az a csirkeóla láthatóan. Jó, már ezt egymásba tudom öntözni. Azt akkor jó van így. More, ez aztán meg... Jó, Jézus Isten, gyereke. Jézus Isten. Én már szégyellem magam, hogy ide vagyok, tényleg, tojás király. Multimilliómos jazzdobos. Oké. Végeztünk, gyerekek? Végeztünk? Oké, akkor az a szitu. Valószínű, hogy valahol nem nagyon tudja elpakolni, sajnos. Nem tudom, hogy ezt nem írja a térképen? Nem írja. Mert ugye az a baj, hogy lehet, hogy a raklapok, vagyis a dobozok is ugye túl sok van belőlük valahol. Semmilyen nem tudja hova rakni, úgyhogy folyamatosan írogatja. Ez a baj, a tojás... Várjatok? Tudom autólódozni, azt hiszem, a ideiket. De mondjuk a dobozokat nem fogja olyan messziről beszedni. Jó, oké, hagyjuk, akkor engedjük el. Nem tudom, hogy melyik csirkehol csinálja, az sajnos rengeteg doboz van, és amiatt ugye nem tudja hova rakni a tojást. Hát mindenhol rengeteg van. Amit kellene csinálni, meg kell számolni, ez 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hát ez egy ilyen másfél millió körű, gyerekek. Ez egy ilyen másfél millió. Vaj, nem tudja elhelyezni hova. Az a baj, nem nagyon merem nekiállni, pakolgatni. Figyeljetek, mentek egyet.
nem nagyon merem nekiállni pakolgatni a dobozokat, mert akkor általában az történik, hogy van ez a bagosodás, tudjátok, hogy... Hogy... Hú, várjátok, hogy kell elmenni? Menjünk a földes út... Ne! Ez mi volt? Mi a szar? Mi történt ezzel a gyerekek? Nem hagytam el egy dobozt. Nem a szart, nem elhagyott egy ládát, bazd. Ó, te fiú, de most miért dobálta le? Miért esett le róla? Mit nyomtam egy mentést, nem? És akkor lehet, hogy akkor történt az esemény. Á, fiú. Hát hogy aggódod ezt? Na menjél már fel oda. Ja, a mentés az betette neki a kapott gyerekek. Ha micsoda domenú volt ez. Remélem, hogy megvan az összes. 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 25, 20... Már 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 27 volt, ugye? Mondjátok, hogy 27 volt, nem ám izé. Nem ám kevesebb, na nyomjunk egy mapot, nézzük már. Hol kell átmenni? Itt ugye, itt a vasutát kell átmenni. Jó, hát egy olyan másfél millióra abban számol a Keeper. Akkor ugye felmegyünk 1,8 millióra. Ez úgy jó lesz. És ugye földeket kell vennünk, mármint ezeket a horribilis nagy föld... Várjátok, itt át lehetne menni, nem? Ezeket a horribilis nagy földeket kell megvenni alul, úgyhogy arra kell pénz majd. Hát dolgunk még van, mondjuk itt dolgunk lesz, szóval nehogy azt higgyétek, hogy meló itt nem lesz. Mert például... Várjátok, itt próbálok valami olyan útvonalat találni, amelyik értelmes lenne, csak az a baj, hogy... Itt végig megyek, az eddig jó. Csak ugye át kell menni a sínen, meg el kell mennünk balra. De valahol ott kellene átmenni a sínen, ahol van értelme, és akkor nincs. Bassza, nem! Júj! Júj! Nem keresztezzetek sínet! Új! Gyerekek! Visszamegyek oda! Visszamegyek oda! Jó, bocs! Az a most jutott eszembe! Apa! Jó! Oké, visszamegyek oda, és akkor olyan, mint hogyha... Oké? Baze! Elfelejtettem! Jó, nem keresztezem a sinet! Oké! Baze, hogy elfelejtettem! Na most azért azt a írjátok ám, mint a... lesz, mint az égi áldás! Na, visszamegyek ugyanoda, és akkor valami más megoldást találunk, jó? Nem csalok? Bocs, elfelejtettem egyszerűen, tényleg. Te nem volt szándékos. Visszamegyek ugyanoda, és akkor... Azt a betyár, gyerekek, nem hiszed el, hogy keresztbe húzza a számítását a Keepernek? Nem hiszed el? Visszamegyek ugyanoda. És akkor Jó, bocs, igazatok van, majdnem elcsesztve a Keeper. Sőt, el is cseszte. Na, az a lényeg, hogy itt mentem át, ugye? Akkor ide, mint hogyha visszapörgettünk volna azért. Tüdőt! Bocs! Oké, innen indul a Keeper. Hát próbáljuk rájönni valami alternatív útvonalra. Azt a rohadt életbe. Karbantartás volt. Nem mehetek át a sinen, jó. Akkor jöjjek rá, mi azt a betyen refelejtettem. Na. Nincs semmi probléma, minden oké van, gyerekem. Jaj, de miért ilyen lassan húzott? Miért ilyen lassan húzott? És akkor most jöjjek rá, hogy hogy tudnék elmenni, anélkül, hogy a síreket keresztelném. Hát hogy az anyámban? Hát egy dolgot tudnék csinálni, hogy addig pörgetem az időt, amíg ugye a... Ott megoldódna a probléma, de nem akarom addig pörgetni az időt, tele lesz minden ilyen tojás raklapokkal. Ó, te fiú, rácsöztünk, nem tudom elvinni a tojást. Hallod? Pont egy olyan sorsgárdját kihúzok, hogy nem keresztezhetem a sineket. Most tényleg próbálok rájönni, ugye itt van a sín. Sínhead. Megpróbálunk rájönni egy olyanra, hogy meg tudjuk-e kerülni, jó? Hallod, ezzel elcseszi az illet. De hallod, tényleg belegondolva, azon örökörültem, hogy ugye jó, nem olyan sorsgárdját húztam, hogy befolyásoló tényező. Erre meg csak de mi? Nem keresztezhetjük a sínt, hát úgyhogy itt egyébként a vasúti alagúton átmenve itt meg tudnám oldani, és itt el tudok menni talán erre.
Ezt figyeljek ide. Nem itt... Ne állj, de jó, a föld alatti bokor a világ legjobb dolga. Komolyan mondom, mindjárt a Reach Game lesz. Gyerekek, a föld alatti bokor miért kell? Mondja meg valaki, komolyan mondom, hallod? Ilyen botokba akadsz el, érted, a 650 lóerős gépeddel. Fönnakad, érted, a izén az új vastagság botokon, emiatt, mert be kell rakni a föld alá izéket, a fákat. Én értem, hogy nem tudom, nem értem, hogy miért. Komolyan mondom, hogy szívrohamot kapok. Jó, nem, így látjátok, nem keresztezem, ugye, nem keresztezek sint, szépen, nem megyünk keresztbe hosszávok, mert kerülőnek. Egyébként ezt a földet nem lehet meg, azért ezt a földet nem lehet megvenni, hallod? Milyen nagy izé van itt, ilyen síkság. Ú, dehogy nem, figyeld, oda nézzi testvérem az úrba. Meg lehet venni itt mögötte lévő, oda nem ekkora fűjes terület, mi? De jó, gyerekek. Ja, bocs, azért visszajöttem, ugyanonnan folytatja a Keeper, látod? És megoldja úgy, hogy nem keresztezem a sínt. A sínhedeket. Nem olyan hülye a Keeper, mint amilyennek látszik. És itt indul a patak. Látod, itt indul a patak. És így akkor konkrétan itt indul a patak. Itt el tudok menni a patakon belül, de a sínen onnan, ugye? Ne, föld alatti fák! Föld alatti fák! És kíváncsi vagyok nagyon, mondjuk nem tudom, FS22-ben lehet, hogy van már rá más megoldása, hogy megcsinálják, de arra lennék kíváncsi, egy ilyen külföldi mapon is például, amin játszani fogok, 22-ben ott is csinálják ezt a föld alatti fák rakást. Jó, mondjuk egyébként autentikus, mert ugye vannak ilyen, úgy gyerekek, jó, fel, jó, el tudok itt menni? Odani mekkora föld, te Máriám. Autentikus, mert ugye vannak ilyen bokrok, ilyen nagyobb bokrok, főleg Magyarországon ilyen nagy csekmetek vannak, csak ugye az szar, hogy a konkrétan a 700 lóerős géped beleakad, és az egy kicsit olyan furcsi. Na gyerekek, itt végigmegyek, remélem, hogy nem lesz. Gyerekek, megoldotta a Keeper! Megkerülte a vasutat! Jaj, bazd, még jó, hogy eszembe jutott. Na, akkor itt aztán tényleg kikapás lett volna. Itt aztán tényleg kikapás lett volna. De hallod, de hogy megszivatom magam? Pont kihúzok egy olyan sorskártyát, amikor tojást meg el akarom vinni. No. Elfelejtettem, visszacsináltam, remélem ebből nem lesz gond. Hát, szerintem mi lenne? Egyébként megint sustorognak a tojások, figyeled? Folyik át egyikből a másikba. Jó, eladási lesz, 1.500.000. Jó, hogy az FS22 sorozatban nincs sorskártya egyébként. A leginkább az a baj vele, hogy mindig elfelejtem. Szavasz, Mari, bizonyság! Jó, jól áll ez a baseball sapka. Na, innen majd kitolatni ez a dollival, azért az se lesz szám egyszerű. Ilyenek, hogy valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy valami jó nagy íves fordulást már most levágni. Meg tudok itt fordulni egy ívbe ezzel a döggel? Azért még a végén meg tudok ívben. Oda nézve, hallod? Ó, ilyen visszaszedem arra. Hát hallod, figyeld, azért Keeper azért... Azt nem hiszed el, megfordultam, volna egy ilyen YouTube-on egy videó, meg TikTokon, meg mindenhol, amikor így a csávó így fordul meg a bérdelva. Másik oldalra, ugyanaz a döggbe. Miért nem pörög a lóvé? De pörög a lóvé, jó, vagy csak kevésbé lóg bele. Ú, gyerekek, mentsünk egyet, mert Keeper bele fog idejönni. Nehogy véletlenül el se szödjön. Na, szórjuk mind a... süket a kekszet. Jó, a pénz csak jön, mint az állat. A Keepernek leesik az álla. Tü-tü-tü-tü. Imádom. Na várj, csak a ízéket, amik... Ezeket azért be akartam szórni, mi? Az nagyon lol volt. Na, azokat, amiket így... Nem azt mondja, már... kiürültek, azokat pakoljuk már odén. Ó, hát igen, egy olyan 1,8 millióra számítunk, hogy annyink lesz összesen. Azért abból meg már lehet menni a bucsóba, nem srácok? Abból már lehet menni a bucsóba.
Az már nem rossz. Vigyétek a tojás, vigyétek, olcsó, nagyon jó tojás. Nagyon jó a tojás. Tojás jó, tojás finom. Lesz ugye hurkai az asztalon. Itt igen, el kell pakolni, annyi raklap van, úristen. Szuper, szuper, szuper. Gyerekek, ma az ennyi tojást, de halljátok, ma az én a koboldba oda vinni egy izajt. Egy 100 000 darab tojás, lehet, hogy azért erénák magukat, nem? Lekámpicsorodna az arcuk, vagy a szájuk. Nem lenne őszinte a mosoly. Hát meghoztam a tojást, nem sok. Izé, bazze, egy egész... Halljátok? 1,5 milliónyi eurónyi tojás, azt tudod mennyi? 500 millió forintnyi tojás levinni a helyi kóba. De lehet, hogy tényleg rédogálnának a csávók. Na gyerekek, ennyi volt. Azért egész jó kis számoltuk, úgy látom. Mármint ilyen... 70 ezeret tévedtem. És az ilyen izében volt, de ujjajjajjaj. Minél közelebbi árjunk azt, akkor nem kellene feszarni. Na volt a kipar, nagyon nagy van a toppon, gyerekek, oda nézzük. Hallod? Ez kész ilyen egyébként, nagyon kedves, nagyon kész ez a gép. Oké, meg vagyunk. 1,7 millió van, amiből mindent is meg tudunk venni. Konkrétan el kell, hogy végezzek ebben a részben, úgyhogy neki is állok, megveszem a izéket, tikólakat. Vissza kellene menni azért nagyjából, de nem. Nagyjából vissza kellene menni, akkor leugrassunk már, meg csináljuk meg, várjátok, ott félreállok, aztán majd ezt elrendezem gameplay-en kívül, beviszem a raklapokat, úgy szoktuk, ugye. Jó, akkor nyomunk még egy mentést, és akkor csináljuk gyerekek, akkor azt kellene, hogy ugorjunk át egy gépbe. Vagy akár egy csirke holhoz. Fú, ez most nem lesz egyszerű, próbáljuk meg szépen egyenletesen. Az a lényeg, hogy én szeretném azt csinálni, hogy ne legyen olyan zsúfolt, de ugye rengeteg, várjuk, festésre át kéne menni, azt meg azt mondom, hogy az XL. Jó, húzzunk egy barna vonalat, de viszont akkor ilyennel, kicsibe, és akkor körülbelül, hogy hol helyezkedjen el. Már játszok először, nézzük meg milyen ez a csirke, hogy hogyan és hogy is volt. Hogy is volt ez, gyerekek? És jó, mert most ugye tök jól mutatja, és hogy ilyen közel rakom, az viszont szerintem közel van, nem? Az nem zavaróan közel van? Mekkora ez a füstött távolság? Ez a füstött távolság, ez egy kicsit kicsi. Úgyhogy ettől a füstött távolságtól pár blokknyira húzzunk egy csikot. És akkor körülbelül ennyire, így, és akkor ide rakjuk végig a csíke ollakat, viszont lehet, hogy azt is csinálom, hogy húzok minden csirke, bazze, kár, hogy nincs visszavonás egyébként, azt nem értem, miért nincs, a izőben sincs visszavonás, 22-ben, amikor építkezel, na most azt, minden ilyen, mit tudom, ilyen editorban szokott lenni. Egy Ctrl-Z, egy visszavonás, hogyha elcseszel valamit, akkor ne az legyen már, hogy izé. Mert ugye elég brutálisan is el tudod cseszni a dolgokat. Na, fössed már ki, fössed. Ja, izé, a Jó. Mindegy, egyébként úgyis át fogunk itt mindent színezni. Most ez a feladat, hogy ez legyen totál kész. Olyan, mint én néha. Totál kész lesz, lol. Na, és akkor azt is gondoltam, hogy így a falaktól, hát jó, igen, is húzzunk, ugye a fal sarkától is húzunk egy-egy vonalat, és akkor pont szembe lesz vele. Mert a képer azt szereti ugye azt, hogy szimmetrikus. Bár, igen. Így. Hogy hol következik a következő, érted? Vagy hova helyezed be? A kettő közé kell behelyezni konkrétan. És akkor ez így jó lesz. Oda néz. Oda néz. Ej, aljád.
Jó, azért látni fogjuk, hogy melyik vonal melyik tig van. Melyik tunnel melyik tig. Hú, gyerekek, na akkor rakjuk. Úristen, mentek egyet még egyszer, nagyon parázok. Nehogy elcsösszem, nehogy elcsösszem, azért parázok. Oké, és akkor jöhetnek a ólak. Állatólak. Egyébként itt van a... Mindjárt megmutatom. A csukol nagy, látod? És az 40 ezer bekerülés 400. Szóval ez se gyakorlatilag alapterületre látod, hogy hát nem tudom. Igaz, hogy szélesebb, de ugye rövidebb. És amiatt gyakorlatilag ilyenből is végig rakhattad volna. És 400 férőhely, szóval egyáltalán nem csites a, ez a csirkeól. Na, akkor figyeljetek, igazából arra kell figyelnem, hogy ott a vonalnál legyen kb. Meg a kettő közé menjen, ugye? Bár ugye eltolódva lesztek az ajtók, mert ugye nem lesz szembe. Úgyhogy ezt úgy kellene raknom, hogyha szembe akarom, hogy legyenek. Hát nem baj, hogy nincs szembe az ajtó. Inkább úgy legyen, hogy így legyen szépen, nem? Úgy. 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 Hogy? Hogy? Úristen, te hülye vagy, te keeper. Te egy állad vagy, állat. Hogy? Itt melyiket kell figyelnem? Aha. Itt egy picit nagyobb hely lett, mert nem tudom, nem sikerült normálisan lerakni, úgy látom. Az utolsót, de nem baj. Hogy gyerekek. Ó. Ő, te Jézus Mária! Jézus Mária! Éppen meg vagy bandulva! Normális! Valóban ez ilyen tipik normális! És igen, egy kicsit lagol a 20 darabból, ugye 10-re van tervezve az engine. És a 20 darab ból azért már kezd neki sok lenni, viszont ugye nem sokat fogunk itt tartózkodni, emiatt ugye nem fog nagyon zavaró lenni, meg igazából lehet, hogy a grafika is ugye oda csesz neki, mivel ugye több object van itt már, azért rengeteg object van egy helyen. Azt nézem, hogy szerintem a izét nem is fogom kinyitni a következő, a hátsó ajtót nem számít, az a lényeg, hogy ez legyen nyitva. Gyerekek, 20 darab csirkeol. Igen, és akkor most megcsináljuk ám a területet. Meg ugye meg kéne venni a csirkéket, de hát ugye még kell meg... Ja, először a csirkéket meg kell megvenni, aztán gabonát kell beordani. Hát még van 1 millió, úgyhogy bőven jó vagyunk. A csirke, az összes csirke, ugye 5000 darab csirke, 75-tel számolva, ugye akkor 1000 darab csirke az 75 000, szor 5. Úgyhogy ez egy ilyen 400 ezerbe kijön. Ugye? Az 5000 darab csirkénk. És akkor még mindig maradt 600 ezerünk, szóval még a terület. Az a lényeg, hogy egy ilyen 400 ezerünk maradjon a terület egyengetés után. Na gyerekek, egy ilyen felső nézetet azért most ez rá lehet, hogy ránéznék. Mert ez elég epikusra sikeredett. Ugye, homok. Homokvár nézet. Na, igazából csirke. Csirke, ó, Jézus Úr Isten, többet nem akarok, gyerekek, 20. Jó, oké, nem lesz több, bocs, nem lesz több. Egyébként a kettő kobajt lehet, hogy lehozom, aztán rendet rakok inkább, mint hogy most ne kezdjek aratni. Mert ugye úgy is kell itt dolgozni elegen, viszont tök jó lenne, hogyha szép lenne ez a környék. Az igen, azért ez ne haragudjatok, de ez nem tudom, ez nagyon beteg lett, ez valahogy extrém beteg lett. Úgyhogy, csak az a nagy baj, srácok, hogy a mellettünk lévő földbe is ugye bele tudsz túrni, úgyhogy tényleg kell egyet menteni. És a mellettünk lévő földbe búza van, úgyhogy nagyon nem lenne jó, hogyha itt elkezdenék szétcseszni mindent, mármint a búzát is ugye le tudod onnan cseszni, hogyha itt elkezdesz területet egyengetni, olyan helyen is, ugye, ahol... Na figyeljetek, izét kellene, a két kombányt le kellene durran vinnem onnan, mert ott elég zavaró. Úristen. Húzzanak csirke, hogy hülye vagy kitor, nem? Tényleg, én mondom, nyugodtan írjátok, hülye vagy. Na.
Igen, az a kerítést azt el kell bontani mindenképpen. Azt utána majd vizelünk ám, ki is festjük, esetleg veszünk valami szép fát, minden legyen tökéletes. Jó, ezt a kombányt levittük, vigyük a másikat is. Pont reggel van, nem pörget. Nem, egy kicsit pörgetnék az időben, mert ilyen tök szarok a fényviszonyok, meg ilyen homály van, tudod, ez a körös, zavaró tud lenni. Hallod? A tojás király, várjál, ez komolyan, várjál, mennyi ez? Ez 10 000 darab csirke? 10 000 darab csirke lesz a keepernél a helyen. Azért az anyádúr istene. Bazán folyamatosan mentek, nehogy vett le, valamit elcsesszek. Kellene eladni garázsból ezeket a izeiket, ezeket a decoration elemeket akarom. Jó, mennyi csirke volt. Ezeket. Na. Igen, oké. Még ezt is. Oké. Itt egyébként jó, ugye? Nem itt kell majd lesülyeszteni meg minden. Hát nem tudom, mennyire fog sikerülni. Lehet, hogy ezt a két betont is innen elpaterolom. Hogy gyerekek, gazdagszunk, 47 euró bejött. Azt a betyáról is. És akkor ezt a kettőt is eladja a keeper. És akkor most jött a gömbölyítés. Hú, most kell egyet menteni megint. Bocs, gyerekek, hogy annyit mentek, de... És azt hiszem, hogy középső egérgomba szépen lehet dolgozni. Na, várjunk. Hát akkor álljunk neki. Hát, nem vagyok ebben egy nagy virtuóz, úgyhogy előre szólok, jó? Először is akkor át kellene váltani. Így. Domborzat módosítást. Így bekapcsolom az F1-et, bocsi. És így. És ezt meg át kell állítani erre. És akkor várjál. Ezért kellene középső egérgomb. Úgy. Úgy, és akkor így tudod így izélni. Erősséget hogy kell állítani? Azt hiszem lehet, hogy Q, Ctrl, Q és Ctrl E. És honnan tudom, hogy mennyire erős. Ja, ott a ecset méret erősség. És mennyi a maximum? Így, az-e? Kettes, hatos, hármas. Na. Nem tűnik, hogy erősebben csinálná. Nem úgy tűnik. Vagy csinálja erősebben? Most úgy látjuk, gyerekek. Úgy, az a lényeg, hogy hát ott meg mi az, ott nem akarja megcsinálni. Hogy valami domborzatszerűt kellene kihozni belőle. Egységesíteni. Egy dombszerűt, ugye? Úgy, na jó, van, alakul az. Viszont lehet, hogy le kellene vinnem. Aha. Hogyha az út kilátszon, azt a betyárat nem lehet, hogy nem kellett volna, várjál. Hogy kell... Lapítás, egyengetés. Úgy. Hogy az út kilátszon, hogy visszakapjuk az utat. Úgy. És ez végig kéne menni körbe. Várjátok, elég... Nem, túl izébe mentem. Túl alacsonyan vagyok. Igaz-e? Az erősséget vissza kell állítani, jaj! Mindenki, úgy. Sok pénzt elcseszünk, az a bajám. Úgy. Az út síkját kellene eltalálnunk. Elővel itt van az út síkja, ugye? Nézzük meg. Aha. És akkor itt kellene a lapítás egyengetés. Út síkjába. Viszont az ecset méret ez nagy, így. Lapítás egyengetés menjen. Úgy, csak nehogy ecsesszük az ólakat. Csak az út síkja, ugye végre visszakapjuk az utat. Na, ekkora király gyerekek, mekkora király. Ugye? Jé, itt volt valami bokor. Ejha. Lol. Jó, itt viszont el fogom felejteni ezt.
hanem itt, tovább megyünk. Itt nem merem nagyon, nehogy elcsesszük a izét, az ólat. Itt majd mindjárt lesz még valami, ne aggódjatok, minden tökéletes. Keeper érzi. Megyünk a másik oldalon végig. Lapítás egyengetése, hogy ne legyen ekkora rab, és akkor utána majd még alakítunk rajt. Így. Az a lényeg, hogy tűnjön el nekünk ez a magasság. Csak itt lesz gond, itt lesz gond. Nehogy véletlenül rámenjek. Látok? Nehogy véletlenül rámenjek a búza földemre. Így kell végigmenni, basszus, mert különben rácseszünk. És itt majd emelnünk kell a szinten. Hogy? Oké. Okay. Úristen, nem egyszerű, gyerekek, nem egyszerű. Alakítható vissza azt a révalvot, amit itt létrehoztam, ugye? Az a lényeg, hogy próbáljuk meg követni a szintet, tehát mindig egy picit emelnem kell. Úgy, és akkor utána majd megoldjuk, hogy egybe legyen természetesen. Szóval egy picit emel a keeper rajt mindig. És akkor követjük. Igen, lefele, lefele, lefele. Úgy, úgy. A búza földemre nagyon kell vigyázni. Nagyon jó lesz. Így értek el, jó lesz, és ez bocs, de ez... Hú, ez lehet, hogy egy kicsit hosszabb rész lesz, de szerintem... Szerintem nem baj. Még egyet följött kellene húzni. Jaj, ezt mondtam, a búzaföld. Jó, egyet ki beletöröltünk a búzaföldbe. Ez nem jó dolog. És ezért lenne jó egyébként a visszavonás, csak ami nincs. Ebben a játékban ilyenkor. Itt ugye, mivel domb van itt, nekem is folyamatosan emelnem kell. És itt már mehetünk tovább. Oké. Okay. Így eddig jó. Majd el fogjuk igazítani, csak itt meg viszont lefele kell mennünk, ugye? Innentől mondjuk. Úrá, ma megint beletörölt? Nem törölt bele, ugye? Talán nem. Igen, ezt a dombot így le kell követnem most. Ú, gyerekek, nem egyszer vigyétek el. Amint így szenvedek, mint a pilatus macska. Kellett nekem ezt megcsinálni, ugye? Kellett nekem ezt megcsinálni, nem kéne itt a szenvednem most. Egyébként nem baj, hogyha ilyen tagolt kicsit. Nem olyan, nem annyira zavaró nekem ez. Majd utána alakítunk rajta szépen. Itt meg megint emelkedni kell, úgy látom. Itt egyet emelünk, simítunk, egyet emelünk, simítunk. Úgy. Úgy. Viszont szóval lassan menteni kellene egyet, nehogy véletlenül elcsesszük. Itt is emelek egyet, simítunk. Oké. Okay. Oké, és kacok. Jó, elég jó eltaláltam. Ugye majd meg lesz ez normálisan csinálva, csak egyelőre. Úgy. Emelés. Itt van. Merem bátrabban, mert igazából itt talán nem történik olyan nagy gond. Ja, koncentrálok, bocs. Mármint, hogy itt jó halk vagyok, vagy hallgatag. És akkor megközelítjük innen azt a sarkot. Az a sark lesz nekem, sarok lesz nekem eléggé bajos. Itt egy kicsit félek.
itt is el kellene kapni egy olyan szintet, amelyik ugye a talajszint, így valahogy, és akkor végig kellene durrantanunk egy kisebb méretű eszközzel. Oké. Okay. És akkor konkrétan végig kellene még egy kicsit lejjebb szerintem, úgy, és akkor végig kéne itt futni ezzel. Ez a föld nem a tiéd, az anyád úristen. Nem mondod. Ugye itt meg is maradt az út, úgyhogy itt nincs gond. Félek egy kicsit, hogy nehogy baj legyen. Amikor majd simítom. Jó. Szóval itt is meg visszakapjuk az utunkat. Ami azért nem egy utolsó dolog. Ugye le lesz színezve, akkor jobban össze fog jönni a területtel. Ni. Ni, visszakaptuk a izénket. Az utat, gyerekek. Az nem rossz. És itt érdekes, hogy itt nem engedi. Ja, majd talán engedi. Jó lesz ez, gyerekek. Az a lényeg, hogy az utat így nagyjából próbáljuk meg visszaszerezni. Itt látom, hogy sikerül is. Nem teljesen, itt egy kicsit érdekes dolgok vannak. Szóval nem tudom, hogy sikerült felhúznom. Egyszerűen most meg nem engedi elhúzni. Talán így. Nem nagyon akarja. Érdekes, látod, hogy nem húz. Ott miért nem húzza el? Hogyha itt lett egy ilyen kupac szar ott. Ó, de jó, oké. Okay. Oké, okay, jó. Viszont egy kicsit szerintem egyen lejjebb kellene. Egyen lejjebb, így. Így ez a magasság lesz a jó. Jó van, gyerekek. Oké, okay. És akkor arra gondolt a keeper. Lehet, hogy itt ebből lehet, hogy faragok még egy kicsit le, mert ez olyan fura. Kicsit ugye lehet ilyen tagoltabb. Másik fajta ecsettel, úgy. Úgy, ilyen tagolások ugye lehetnek benne. Mert miért ne? Ugye a domborzat sem mindig teljesen sima. És akkor az kéne, hogy a legnagyobb eszköz, nagyon nagy erősség. Úgy, és akkor jöhet ez. Amivel ugye kiképzeld ezt a, hogy normális alakú legyen, viszont ugye lehet egy kicsit tagolt, látja. Az beletöröltem a búzámba. Na, ott ezt meg most szánthatom újra, mi? Srácok. Ó, bazze. Ez hülyeség volt. Muszáj ezt megcsinálni a keepernek. Hát, hogy így vissza tudod ilyen tök jó alakúra csinálni. Szóval nincsen olyan nagy gond. Nem történt olyan nagy probléma. Na, de nem olyan rossz így ma. Így ma jó lesz, ugye? Ki lesz festve, meg minden meg lesz csinálva vele, akkor csinos lesz a srácok. Úgy, itt is ugye, szépen. Úgy. Végigfutunk vele, látod? És már is, konkrétan csak ott lesz egyenes, ahol vannak az ólak. Ezt, az meg ugye betonos plac lesz természetesen. És itt egy kicsit visszaveszem ezt, félek, hogy az ólak alá be fog görbülni. Úgy, így nem görbül be alá. Egyébként ez ilyen árok lett, hogy ilyen elég fura lett. Kicsit lehet följebb kéne emelni, azt akkor jó lenne. De amúgy tetszik ez nekem így. Mindjárt nem olyan mesterséges domb hatása van, meg hogyha mégis olyan hatása van, de még azért annyira nem csúnya szerintem. Na, itt lesznek problémák. Úgy, úgy. 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 Úgy, né. És viszont itt akarok egy ilyen sík terepet, hogy ugye a gépek, ahol majd el fognak helyezkedni.
mindjárt gyerekek. Már is mindjárt egy dombos, nem? Haj, de jó néz ki. Milyen jó néz ki, gyerekek. Tök jó. És akkor most kellene festeni. Viszont van egy trükk, amit alkalmazni fogok szerintem. Gondolkodok rajta ezzel. Sőt, az biztos, hogy fogom alkalmazni, mennyibe kerül a festés ennek. Gyerekek, az egészet lefesteném szerintem, várjátok, egy blokk az mennyi a festése? Mert akarok valamit próbálni. Az egy blokknak a festése, mondjuk. Nézzük. Ez mi? Nem is láttam, hogy ilyet. Egy blokk festése. 88, 79. Akkor egy 10. Nem, 9. Egy blokk festése 9, ugye? Na, jól értem. És arra gondoltam, hogy csinálnék egy olyat. Ugye megnézzük egyébként, hogy mutat ez így már. Ó, gyerekek, nézd oda! Tök jó. Tök jó lett. Bocs, hogy az egerem így nyikorog. De ez így jó lett. Ez tetszik. Na? És miért? Már is nem is tűnik egyébként olyan magasnak, mert mondjuk, hogyha egy színben lenne ugye másik. Most még furcsa, mert a textúrázottsága ugye más, de viszont szerintem baró jó lett. Ez nagyon adja. Gyerekek, ez nagyon adja. Na, jó lehet? Jó lesz, srácok? Szerintem jó lesz. Jó kis lankás. Ja, arra gondoltam, hogy ugye az egésznek a festése szerintem nem lenne több, mint 100 000, ugye? Mentek egyet, és... Nem csinálom azt meg mégsem. Mindenképpen mentek egyet. Bocs, hogy egyébként ez ilyen hosszú videó, de hát az utolsó ilyen aztán. Ja, bele kell volna pörgetnem az időbe, nem? Hát pörgessek bele, az olyan furcsa ez az egész, hogy ilyen sötét van. Úgy néha most így egy kicsit kellemesebb. Oké, és akkor jöjjön a festés, gyerekek. A festés, ami... Na, érdekes, nem tudom miért ilyennek mutatja ezt a szart. Eddig nem ilyennek mutatta. Tehát jó. Igen. Hogy kell színt választani? Tabbal? Igen, a betonos rész. Ez a sötét betonos rész lehet, hogy jobb, ugye? Legyen a betonos rész. Az melyik? Ez? Kockolc, elnézést. Mondjuk tartson eddig. Tartson eddig, és akkor addig valószínű, hogy lehet, hogy ezt be is fogom keríteni. Mert akkor igazából úgy lenne autentikus, hogy a kerítés lenne addig, nem? Várja. Kisebbre kell vennem, mert különben nem hajlandó ott dolgozni. Viszont ezt a részt, ezt lehet, hogy felhúznám, hogy jöjjön ki így a sarok normálisan. Nem? Lehet, hogy föl kéne húznom. Próbáljuk meg. Hogy is kell? Ha. Hogy el tudjam húzni, akkor a kerítést ott érted. Érted, hogy akarja a keeper. Jó. Viszont itt szerintem meg jó is. Jó, ott jó, eddig lenne ugye egyenes, addig jó, jó, ott meg onnan már zöld lenne. Oké, srácok, meg valahogy füvet is egyébként jó lenne elvetni rá. Oké, akkor addig lesz így végig, itt már ugye majd füves lesz, viszont akkor, fú, azért bocs, hogy itt ennyi tökölés van, de a keeper nagyon bele van itt feledkezve a dolgokba, jó? Nem olyan nagy gond. Igen, a betonos plac. Az ugye itt a csirkék között az mindenképp az lesz. Mert szerintem így autentikus. Akárki, akármit mond. Viszont mindenképpen szeretném megtartani. Aha, itt meg ide van, itt meg fel kéne húzni ezt. Azért egyenesre. Mert különben elég érdekesen néz ki. Igen, ott meg föl is van. Oké. Okay.
Itt meg ugye le lesz festve majd ott arra, viszont itt legyen ilyen. Fú, baze, annyira tudom, hogy egyébként össze-vissza beszélek, meg ilyen legyen ilyen, meg izé, de úgy kattogod, hogy olyan, mint az állat. Hogy hogy lenne jó. És mindenképp be akarom keríteni, vagy valamit akarok vele csinálni, hogy valahogy kinézzen ez az egész, nem? Hogy legyen egy csirketele feelingünk azért. Legyen egy csirketele feelingünk, és igazából az, hogy betonos a csirketelep, szerintem az teljesen jó, de a körülötte lévő dolgok azok meg nem olyanok lesznek, az meg megint jó. Így, szerintem eddig elég lehúzni. Ugye megnövelem azt, akkor gyorsabban megy, körülbelül így eddig, végig megyünk. Hogy itt át tudjak menni, azért akarom így, hogy itt végig tudjak fordulni, és el tudjak jönni a másik oldalon, hogyha esetleg például hordog valamit. Mert különben, hogyha nem tudok átjönni, akkor meg fogunk őrülni, gyerekek. Mert ugye folyamatosan forgolódnom kell, azt meg nagyon nem szeretné a keeper. Ha már építkezünk, akkor csináljam meg úgy, ahogy nekem így, hogy mondjam, bejönnem. Ja, azt majd ott úgyis festeni kell izére ződre. Fűjesre. Valószínű egyébként, hogy föl fogom szántani azt a rakunk bele füvet. Mert az meg így nem olyan jól néz ki. Oké, akkor a csirketelep így néz ki. Előtte legyen egy olyan rész, ahol a gépeket fogjuk tárolni. Az meg szerintem nem kell olyan horribilis nagy, ugye mekkora kell. Hát ennyi gép, az bőven elfér egy ekkora részen. Jaj, hogy mindig túlhúzom. Egy ekkora részen elfér. És itt meg elég lesz, csak eddig. Tök fölösleges tovább, nem? Én úgy gondolom, hogy ez így bőven elég. Ott meg mindjárt majd lefestjük más. Így bőven elég, és akkor mondjuk kettő darab kapu lesz, ugye? Lesz mondjuk itt egy kapu, itt egy kiárat, meg lesz egy másik kiárat. Ezt megcsinálom szintén betonosra, hogy ezt akkor tudni fogom, hogy itt fogunk kijönni. Így. Meg akkor lesz még egy erre az útra csatlakozós kiárat itt végig. Mondjuk itt. Oké? Itt lesz a kettő kiárat. Jó, de jó, milyen jót lehet tervezgetni. Nézzük a izéket, különböző földtípusokat. Hát ez a sima füves? Megnézi a keeper. Ez nagyon adja, ez rendesen be is füvesíti. Na, hát erre nem is gondoltam. Ez állat. Ez állat. Ez nagyon jó. A gyerekek olyan szépet fogok csinálni, csak az a baj, hogy túlhúzta a keeper. És hogy ott... Á, gyerekek, na akkor most aztán mondjátok meg, hogy szar. Megmondjátok, szar, ugye? Igen, viszont még túl is tudok szántani, ha akarok, ha belegondoltok, majd, mert ugye igazából itt végig tudom még küldeni az ekét, azon a részen, szóval még túl is lóghat erre a földre, érted, mire gondolok? Á, gyerekek, és akkor itt lesznek a kiáratok. Ja. Ja. Jó, jó sok pénzt cseszek el, tudom, de hát mindenki nyugodjon meg, keeper megoldja a helyzetet. És itt talán gondolkodok, hogy itt ezt még így be kéne. Hogy. Ez lehet, hogy szűk. Sőt, ez biztos, hogy szűk, úgyhogy itt még valószínű, hogy szélesíteni fog a keeper rajt. Tök jó. Egyébként tök élem. Á, nem hiszed el. Jó van, lehúzom majd még egyszer. Ez a visszavonás, ez nagyon hiányzik ebből. De hülye vagy keeper, komolyan mondom. Viszont átállok egy nagyobb ecsetre. Így azért gyorsabban haladunk. És akkor csinálunk kerítést, nem? Vagy ne csinálja kerítést? A kerítés az jó lenne. Szerintem a kerítés az így még adná. Az még így adna hozzá egy ilyen feelinget. Kerítés az adna hozzá egy feelinget. Repülő! Ez miben volt? Volt egy ilyen játék, még óvodában azt játszottuk. Repülő!
Itt tudom, én ki kell találni, hogy mire repül a... Elmegyek ide, és akkor ide, innen kezdem. Hát, ez így elég érdekes. De jó... Milyen jól néz ki? Ha mindjárt jól néz ki, nem? Mindjárt jól néz ki. Jó, de jól néz ki. Nagyon adja. Ugye, várjál, igazából csak a földekre kell kiárat. Nekem az a lényeg, hogy a földön legyek kiárat. De hát akkor már legyen az útra is. Hát, hogyha valami bandukol a keeper, valamit meglátok. Jön a TSL-dök látogatóba, akkor azért legyen. Jaj, de jól néz ki, hallod? Még egy zászlót is ki fogok tűzni, esküszöm. Valami dekorációt rakunk. Oda nézzé, testvérem az úrba. Oda nézzé, azért... Azért érzed a törődést. És figyeljetek, el fogok jönni, fogok tovább szántani egy icipicivel. Azokat a bokrokat meg mindent, úgyis mind a kettő az én földem, akkor hagyjál már. Meg kell azt csinálni. Hogy egy kicsit túlszántod. De jó, jaj, de jó. Még egy kicsit betonoznunk kell, ugye a szürkébbik beton, a sötétebbik, szerintem az jobban néz ki. Úgyhogy ez tök jó. De nézze, milyen jól néz ki. Nagyon jó. Nagyon jó, gyerekek. Hát ez a csirketelep, ez egy epik jól néz ki. Szerintem baró jó. Ízét nem lehet? Várjátok, ez mindenképp célesebb lesz. Azt a fát azt eltöntetem, 2500 ugye? 2500. Itt ezt beszéltük, hogy akkor eddig? Eddig? Így. Remélem, hogy aztán most már nem éri szó a ház elejét, hogy csúnya, csúnya lett a izé, TS-telep, mert nem csúnya, mert most már szép a TS-telep. A csirketelep csodálatos, gyerekek. Nem panaszkodhattok. Keeper rá áldozza a pénzt, hogy szépek is legyünk, nem csak, ne csak jók, gyerekek. Szépek is legyünk, ne csak jók. Na nézze, és akkor ott is a dombocskát is. Várja, itt egy kicsit kisebbre kell venni, és akkor elvileg azt is fogja tudni elmond. Oda nézze, ott is füvesítünk. Jó van, ott egyébként egy kicsit föl kéne húzni, mert meg ott nem jó. Úgy. Jaj, de jó. Jaj, nem jó! Nézze, várja! Sürke beton köl ide. Ez. Nem bazza, nem hiszed el, hallott, hogy elcseszed. Ilyen hülyét minden. Még volt az? Ez volt az? Hogy? Tökéletes legyen, gyerekek. Tökéletesnek kölednie, ne vicceljél vele. Mondani, a csirke telep. És megint kellene a sötét beton. Hú, ez jó hosszú rész, bocsánatot kívánok. De hát ez ilyen móka, gyerekek, kaszagás. Még egy blokkal odébb. Ez nem lesz sok. Nem hiszem el, hogy az jó nekünk. Lehet, hogy a mérete nem tetszik neki, és amiatt csinálja, nem? Nem, hát mindenképp kell egy odébb. De hát ott meg ma... De most mi a szar? Nem jó. Nem jó, gyerekek, látod? Várjátok, átváltok izére. Fűre. Így. Oké, innen most már jó. Érdekes egyébként. Oké, minden volt tökéletes. A... Fazza, még utakat is csinálok. Annyira szeretem, annyira imádom. Fazza, tök szeretem ezt a játékot. Ez rossz az, ugye? Csak ugye megint azt kell, hogy ide túlhúzod. És akkor... Vissza kell menni a gyöpre, és a gyöpöt, meg akkor így megcsinálod. Hát komolyan mondom, hogy tévedet lesz így csirkét tartani. Oda nézve, hát ez zöldövedeti környezet. Azt a rohadt életbe. Gyerekek, oda nézve. Na, akkor annyi kellene, hogy a szélesebb utak kellenek, meg azt majd ki kellene szednem azt a fát, vissza kellene váltanom arra. Ilyen, túlpörgettem pillanat. Erre, a betonra, mert ugye itt még van füsteli való. Úgy. Ilyen széles gondolom elég lesz. Úgy érzem, hogy itt már elég lesz. Sőt, ki kérem, így kihúzzuk eddig.
Oké, okay. Akkor a szelvíz útig ki tudunk menni. Itt is szerintem egy kicsit szélesíteni kell, mert ez elég egy ér. Ugye azért az a vágó asztal, úgyhogy ennyivel biztos, hogy szélesebbre húzza a keeper. És akkor ugye egy kapásból a földre ki tudunk menni. Oké, okay. Ez jó. Itt van egy kis hiba. Itt van egy kis hiba. Itt is van egy kis hiba, oké, okay. Tök jó. Ó, itt még nincs kifestve. Jó, hát az út az lehet, hogy nem videó tökéletes, gyerekek. De azért annyi baj legyen szerintem. Itt is van rajt fű a... Nem csesztem el? Elcsesztem? Elcsesztem! Jó, ott rohadjon meg. Oké, okay. Egyébként azért nem raknék le szívesen kerítésre, lehet, hogy lagoltatná egy kicsit. Figyeljetek, nézzünk már körül. Először is mentsünk egyet, jó? És egy járművel kellene körülnézni. Ó, de jól. Hallod, ez nagyon jól néz ki. Mondjuk itt a bejáratnál azért megcsinálhatná a keeper. Nézzük már valami járművet. Igazából minden egy járművet be kell hordanom, szóval. Ó, azért ott vagyunk, nem? Ugye ide sajnos nem tudom tovább húzni a... Figyeljetek, hát ez bőven elég ez a szélesség. És akkor itt... Lord. Ja, itt meg el van csezve. Te, hát mit csináltál képek? Egyébként nem is olyan nagy ez a terület, ez a plac, ami ugye itt a gépeknek lesz. De hát azért annyira nem lesz gond vele. A... Fú, tök, egyébként baró jó lett. Én komolyan mondom, tök tetszik. Várjátok, megnézzük azért a dekorációt. Á, bőven elég lesz ez a gépeknek, figyeljetek. Hallod, be van. Jaj, nem haragudjatok, de nagyon élem. Nagyon bírom. Hát azért, azért. Egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt a területet átalakítottuk. És mindenképpen begondolkoztam, hogy kell egy csíkplac nekem. És utána, majd, mondjátok gyerekek, akkor az ifa, az ugye nem sokára hordja majd a magot. Jó, majd lehet, hogy bepakolom majd gépeket gameplayen kívül. Megveszem a csirkéket, jó? Nyugodtan számoljátok ki, nem fogok semmit csalni. Hogy mennyi, hogy ne az legyen, hogy itt kattogatok órákon keresztül. Gyerek, na ezt mondtam, figyeld, hogy itt tovább tudod szántani egy kicsit. Hát így eddig biztos. És akkor azon még nyerünk egy pazsalt búzát, érted? Szerintem ez baró jó. És te várjál, csak azért, hogy a combined, hogy be tudok-e jönni vele szépen. Hát ez így szerintem nagyon jó. A csirketelebb gyerekek. Sima liba nagyon jó lett. Ez tök jó. Sőt, nem is muszáj az úton menni, mert azért ki tudok itt menni ezen a gyöppön. Hát, nagyon tetszik gyerekek, komolyan mondom. Várja, végigjárok az ifával, azzal gyorsan végig tudok, jó? Végigmegyek, hogy mégis milyen lett. Itt azt megcsinálom ezt a izét. Ezt a betont, mert az nekem nem tetszik, hogy olyan csúnya lett. Valami túl lett húzva, valószínű, hogy egy jobb. Ugye itt tök jól tudom metetni a csirkéket, nagyon jól föl tudom. Mind a kettő oldalról kiordnom ugye a ládákat, aztán szépen... azt a betyár, ez nagyon durva. Vazze, hol tartunk a játékba? Hallod, hol tartunk a játékba, aztán hol kezdtük? Jézus Úristen! Gyerekek! Hát nem hiszed el, hallod? És figyeljetek, tök jó lanka, meg ugye mégse olyan egyöntető, hanem vannak benne ilyen kis hepehupák, látod? Ez olyan tényleg olyan természetesnek tűnik. Hát ez nagyon, egyébként ez nagyon tetszik nekem. Ez valahogy annyira nagyon sikerült érzésem van. Itt ez nem tetszik, hogy ez nem jó. Egyébként raknék kerítést, csak attól félek, minél több modot raksz le, annál több annál jobban lagoltat meg. Minden várjátok, azért egy-két diszpa, meg minden azért valami legyen, nem? Nagyon jó, várjam, teleprendezés. És annyi, hogy füstölni fogunk, és az valószínű, hogy a izével, igen, sötétebb beton jöjjön. Ez a sötétebb beton? Ez, ugye? Igen, és utána majd fűjezni kell, ugye, mert az füvet azt így ránöveszti. Tudod így. Úgy van, tökéletes, srácok.
Várjatok, tudját, a gizét azt benne hagytam modként a Keeper Farmon. Azt hiszem, hogy a dekorációknál volt. Az úgy élném egy ilyen Keeper Farm feliratot. És minden egy helyre raknánk ilyen Keeper Farmos. De ezt tényleg kivettem, ilyen hülye voltam. Dekár. Viszont valamit mégis kéne, legalább fád vagy valamit, nem? Hogy valami legyen, gyerekek. Ez ilyen kicsi? Ide mondjuk egy fát. Ó, de jó, gyerekek. Mondjuk azt az annyira kellett, mint szar a zsebbe. Ugye? Igen. Nem tudom, valami decoration-t rakhatnék rá. Valamit nagyon bírnék, de nem tudom, hogy mit. Még mondjuk ide hátra rakunk egy izét, egy fenyőt. Jó? Na, más dekoráció nincs, azt hiszem, hogy izé, ugye itt nincsenek bokrok még mind a 12-be. De nagyon, jó van. Szerintem, na, és akkor erről beszéltem, hogy konkrétan ebben a részben itt befejeződött a projekt. Megyünk tovább, elköltözünk. Hú, srácok, igen. Elköltözünk, annyit meg fogok csinálni gameplay-en kívül, hogy a tojásoknak beordom a ládát, hogy az ne az legyen, hogy itt 60 darab ládát ugye majd a Keeper izébe fog gameplay-be beordani. Berakom ide a gépeket, jó, és az aratást azt mindenképp megcsináljuk, mert a csirkéket ugye eltetni kell. Viszont ez a izé, ez az all, ez nagyon jó, nekem ez nagyon tetszik. És ez tényleg nem egoizmus, meg mit tudom én, mert volt olyan komment, hogy jaj, szárnyad az egója a Keepernek, nem, hát tök örülök neki. Oda nézi, More. Hű, tesó, basz, nagyon durva. Várjál már. Hol a KCH-n egyébként? Ja, a KCH az a távolban van. Jaj, de kár. Vetőket is oda föl kéne húzkodni. És akkor ugye kellene magot, meg mindent hozni. Ugye egyből vető. Ja, és izé, nem lesz rendezett szávszórás, ugye arra készüljetek, srácok. Szépen fog menni. Hát ez tök jó lesz. Gyerekek. A kettő vető egyébként valószínű, hogy itt lesz. Így. Egyébként lehet, hogy rakok több helyre magot. Lehet azt fogom csinálni, hogy mondjuk itt a két vető közé egy sor magot, meg műtrágyát. Meg oda hátra, ahol van a... ahol lesz... ugye a... mi az? A kettő másik gép, az közé is, értétek? És akkor mindig odaállsz be, és közte lesz egy csomó műtrágya, meg ez csomó mag, és akkor konkrétan csak annyit kell, hogy a helyére válsz, nyomsz egy erret, és akkor megtöltöd, nem? Az lehet, hogy jó lenne. Bár lehet, hogy egy ilyen elhelyezhető izét kellene, ugye mag, meg ilyen, itt tudom én, ilyen műtrágya töltő állomást. Szerintem ez jó. Szerintem pont eltaláltuk egyébként a méretet. Mármint így nem is olyan túl nagy. Az egész a gépeket így beordom, mert így tök jó elhelyezgetni. Á, srácok, hát ez egy tökéletes. Ez tökéletes izé. Tökéletes csirkefarm. Na, egyébként nekem ez volt így az álom. Amit így meg akartam valósítani. Nem az, hogy egy ilyen nagy betonőrület legyen. Egyébként ott van egy kis beton, de az... hadd legyen. Olyan, mint hogyha ilyen kis mészkő dolog lenne. És na, és akkor úgy kellene, hogy ide a kettő gép közé, ahova ők beállnak, ott lenne a töltő állomás, mármint így a mag és műtrágya töltés. Ugye hozok még egy kirovecet. Jó, igen. Hova raktuk a dobozunkat? Ott a dobozunk. Minden megvan, lol. És akkor ezt a pótot, ezt elvisszük magunkkal, ez nem kell itt. Be is rakom azokat a gépeket, amik lesznek, és berakom oda arra a helyre, ahova gyakorlatilag kell, hogy berakjam őket, jó? És akkor úgy fogom lerakni tényleg a magokat, ahova kell, meg ahova kell műtrágya, érted? Na ide, itt a két kirovec között legyen egy sor mag, raklapokon, meg egy sor műtrágya. Itt. És akkor ugye egyből tudod tölteni. Ott meg legyen műtrágya, meg permetszer. Úgyhogy ez így lesz, gyerekek. Ugye ő lesz a gyors reagálású erő. Ő fogja hordani ő lesz a takarmányos ifa. Meg jönni fog. A kombájnok azok ugye állhatnak egymást mögé. Mert hát minek?
Tudom, hogy most egyébként feleslegesen hozom ki őket. Egyébként itt le kell szántani majd itt eznek a szélét, mert eléggé olyan csáli is lett, meg mit tudom én. Jó van, gyerekek. Azért ez nem egy nem kis pálya lett. Ez szerintem azért az első szezon végének tényleg pont ideális az a rész. Egyébként itt van egy ilyen hupolag most itt. Hupolag lett. Na, ugye úgy tervezem, hogy akkor ide, mindig ide áll be a kettő kombány. Mindig ide fog beállni. A kettővető mindig oda fog beállni. Ugye fontos, hogy ne zavarják egymást, amikor ugye beállnak. Ezt kikapcsolom. A kettővető oda fog beállni, a kettő termetező ide fog beállni, az átrakó kocsinak lövünk majd egy helyet valószínűleg ide, ide a fa alá. Meg a kész IH igazából. Itt a fa alatt, itt még elférnek azok az eszközök, amik ugye kellhetnek. Hát ugye meg a izét, a venni kell majd egy hosszabb autódos pótit. Egyébként van hosszabb annál, mint amit használunk. Arra azt hiszem, hogy 50 darab láda fér. Mindenképpen kell, mert itt azért lesznek pénzek. És várjatok, így a tényleg egy ilyen lezárásképpen, várjatok egy nagyon pillanatra, jó? Egy lezárásképpen. És ezt, jaj gyerekek, ezt a gépet, ugye, ami konkrétan a legelső gépünk volt, alapértelmezett, motorbeállítás, lehet ebben nagyobb motor venni, úristen, 40 lóer, 48 lóer a gyerekek. Ezt a gépet, ugye ez volt a legelső gép, amivel kezdtünk. Ugye, egy pillanat. Ó, ez volt a legelső gép, amivel kezdtünk? És ez ilyen atom lassan szállt be, ez tényleg nem is ez volt. Gyerekek, nem ez volt. De ez volt, na? Én úgy emlékszem, ez volt. Csak ez lehetett, more. Hát ez volt. Vagy ez volt? Nem, ugyanaz, bazza. Ez volt az úristen. Ugye? Na, és ezzel a traktor, ezzel kezdtük gyerekkel elején. Jézus úr, Isten, ez komoly? Tényleg ezzel kezdtük? Na, ezzel elmegyek oda a kocsihoz, ugye, a lakókocsinkhoz, és azt mondtam, hogy ebbe a részbe, mivel költözni fogunk, és ez az egy gép, ez mindig maradjon meg, és ez gyakorlatilag egy ilyen kiállítási tárgy legyen mindig azon a telepen, ahol éppen élek. És ezzel a géppel fogjuk végig húzni a telepeken azt a lakókocsit, amivel gyakorlatilag szintén kezdtük a játékot. Ez a kettő, úgy gondolom, hogy akkor ez maradjon meg, és ez mint egy kabala. Úristen, ez tényleg 23-mal ment? Gyerekek, ez 23-mal ment? Ezzel kezdtük. Jézus úristen, ez nem lassú egy kicsit? Menjünk már. Úristen, hát ami rálérek a következő helyre, arra lemegy a nap. Vagy egy külön részke. Mennyire, itt látszik, hogy mennyire lassú részekkel kezdtünk az elején. Hát most már megőrülnénk, hogyha ezzel kellene veretni, ugye? Srácok. Ja, és egyébként ezt a földet esélyes, hogy eladom, abban gondolkodok, mert nem tudom, mert igazából ezt a földet valószínű nem fogjuk használni, mert igazából mire használnánk. És itt nem fogunk használni, meg igazából ugye csoportosítjuk a földeket, kialakítunk olyan gazdaságokat, amiknek így van értelme. Ugye, megyek arra, kíváncsi vagyok, hogy ez... Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt... Amikor haladunk arra, hogy az milyen képet nyújt. Ó, előre! Az 5 éves terv! Ez jó, gyerekek! Na és valószínű, olyan eladom szerintem azt a földet. Bár előtte azt a betonplacot visszaalakítom, mert nem tetszik. Igaz, hogy ugye nem kellene, fölösleges pénzkidomás,
De jaj, egyébként jó lett ez a telep, gyerekek, jó lett ez a telep. Nem akarom elbontani a kerítést, lehet, hogy sokan azt mondjátok, hú, bontsd el a kerítést, és akkor az jó lesz neked, meg mit tudom én. Ez egyébként, ez most ugye, ez miért ilyen fű? Ebből tudok másfajta füvet? Nem, az a baj, hogy szerintem nem. Ez is ilyen fű. És az összes zöldet én kipróbálnám szívesen, de szerintem ez meg föld, és ez meg az a fű. Jó, hát ez nem lesz ugyanolyan, amilyen a másik, de mégse azért olyan csúnya. Úgy. 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 És itt meg. Várjál, csinálunk egy olyat, hogy itt azt hiszem ezzel tudtam lehúzni, ugye? A széleig. Hát lehet, hogy nem kell lehúzni a széleig. De hát jó van, gyerekek. Az a lényeg, egy kicsit gondoltam, hogy visszaalakítanám, de teljesen a széleig nem nagyon engedi. Úgyni, úgyni. Nagyjából sikerül, az már egy fél siker a keepernek. Hogy azért mégse olyan csúfos lesz az egész. Oké, gyerekek, és akkor eladom. Eladom ezt a földet. Mert nincs rá szükségünk. Földek ugye ez nincs is számozva konkrétan. 28 ezerbe kerül. Nem kell a keepernek. Fölösleges. Nincs rá szüksége. Megyünk tovább. Csak előre az 5 éves terv. Induljunk meg! Ez ilyen volt. Komolyan. Hát bazd a gyerekek, megőrülök. Te Jézus Isten, na indulj, indulj! Húzas ki! És akkor ezen a földön a 5000 darab, nem 5000, 10000 darab csirkének a kajáját fogjuk megtermelni, ennyi lesz itt a feladat. Az a géppark, ami ott elhelyezkedik, az bőven elég is. A hamstert el fogjuk vinni, az ekét el fogjuk vinni, a nyerges szerelvényt, vagyis a félpótkocsit el fogjuk vinni. Így menjünk egy kicsit ilyen izébe, ilyen madártáblat nézetbe, azt a gyerekek nagyon tetszik. Rohadt jó. És itt haladunk el. Jó, srácok, és akkor költözés. A következő részben új távlatok fele fogunk nyitni, viszont ugye még aratni kell, meg a csirkéket gondozni kell, szóval ide azért vissza fogunk mindig időre térni egy-egy munkafolyamat kedvéért, de valószínűleg automatizálni próbáljuk. Ennyi gép, amit itt láttok, az konkrétan el fogja végezni a munkát, ugye azon kívül a KCIH, ami igazából csak arra azt a célt fogja szolgálni, hogy ugye mozgassa a nehezebb pótkocsikat. Megvagyunk, gyerekek, én úgy gondolom. Úgy gondolom, hogy elértünk erre. Elértünk egy célt, de tovább kell a végső cél fele haladnunk. Ugye létrehoztunk egy olyan termelő ágazatot, amelyik konkrétan akár részenként is, hogyha részekre lebontjuk, ugye két részenként, hogyha összeszed 2 milliót minimum, akkor részenként szerintem egy milliót, másfél milliót össze fogunk tudni szedni vele, ami jó. A következő terv, nem is fogok beszélni róla, mert így is rettentő hosszú lett a rész. Köszönöm szépen a figyelmet, következő részben várlak benneteket, új tervek, új célok irányába fogunk haladni. Jók legyetek, sziasztok!